Itt vagyunk az Akácliget fürdőben, itt van velünk Dobos László úr, Karcagváros polgármestere, bejáráson vagyunk, mi a helyzet a Kisfürdővel? Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt és a kedves televízió nézőket. Kezdeném az elejéről. 2011. augusztusában adtuk át a fürdő területét az akkori beruházónak, illetve a kivitelezőnek, a Tempero ZRT-nek, hogy elkezdhessék a munkálatokat. Ezt megelőzően pályázat útján nyertünk lehetőséget arra, hogy megújuljon a Kisfürdőnk. Az akkori kormány elkövette azt a hibát, hogy abban az időben ezeket a pályázatokat kétkörösre alakította. Ez azt jelentette, hogy először egy elvi engedélyt kaptunk, és utána nyertük el azt az összeget, amivel megindulhatott ez a beruházás. Ez akkor egy 50%-os támogatottságú pályázat volt. Ezt azért mondom, mert nyilvánvalóan azt is ugye mindenki, hogy itt egy bizonyos fokig lelassult, megállt, majd újraindult a beruházás, és az egyik oka ennek a lállásnak véleményem szerint pontosan az volt, hogy ebből a kétkörös pályáztatásból olyan árakat lehetett csak megállapítani, ami nem volt reális. 2008-ban kellett beárazni ezt a Kisfürdőt, illetve ezt a beruházást, maga a kivitelezés az pedig len 2011-ben kezdődhetett meg. 3 év az nagyon sok idő, arra sem volt lehetőség, hogy ezeket az árakat aktualizáljuk. Ez volt az egyik gond, ami egy akadályt jelentett a gyors kivitelezésben, a másik pedig len véleményem szerint az, hogy a nyertes cég, a Tempero ZRT túlságosan alacsony áron vállalta ezt a munkát el. Most mindenféle ellenkező híreszteléssel szemben, mert itt bizonyos sajtóorgánumban megjelent, hogy egymás tenyerébe csaptak a város vezetői és a Tempero vezetése, hát ugye ez egy merő képtelenség és hazugság, hiszen közbeszerzésen lehet elnyerni egy-egy ilyen pályázatot. És a legjobb ajánlatot tévőnek kell elfogadni a pályázatát, hiszen ellenkező esetben a döntőbíróság megállítja az egész folyamatot. Az se lett volna szerencsés. 540 millió forintos volt akkor ez a beruházás. Érezhető volt, hogy ez a két dolog, az áraknak a nem megfelelő beállítása, illetve a infláció elszabadulása lehetetlenné tesz, hogy ennyi pénzből elkészüljön ez a beruházás. Megkezdődtek a munkálatok, és akkor a Tempero ZRT még plusz bejelentett egy pótmunkát, amit nem voltunk hajlandóak elfogadni, hiszen ez egy majdnem zöldmezős beruházás, és én nem vagyok hívva a pótmunkáknak, az mindig a korrupció ugyanúgy átveti föl. Ennek megfelelően ez egy 50-60 millió forintos tétel lett volna, ez kimaradt a Tempero büdzséjéből. És a harmadik legfontosabb dolog, ami megakasztotta ezt a beruházást, az, hogy a Tempero egy végelszámolást kért maga ellen. Amikor ez megtörtént, akkor fel is bontottuk természetesen a szerződést, így aztán tőlük elköszöntünk, és egy új kivitelező után kellett néznünk, akit, illetve amit meg is találtunk. Azóta mi történt? Hát azóta az események természetesen felgyorsultak, hiszen azért nem felejtkeztünk arról sem el, hogy a Tempero ZRT hogy bánt el velünk, és megtettük a megfelelő lépéseket. Elsőként egy hitelezői igényt nyújtottunk be, hiszen ott bennmaradt bizonyos összegünk, nagyon komoly összegünk, amire mi számot is tartunk. Tehát egy olyan lépés ez, amivel szeretnénk visszamenteni azt a pénzt, de minden erőnket arra összpontosítottuk, hogy lehetőség szerint be tudjuk fejezni ezt a beruházást, a strand megújítását, felépítését. Egyébként határidőn belül vagyunk még mindig, hiszen a hátralévő munkálatokra is le lehet hívni uniós pénzeket. Tehát minden ellenkező híreszteléssel szemben mondom, hogy nem csúsztunk ki a határidőből, mert ha kicsúsztunk volna, akkor már nem is lehetne lehívni ezeket az összegeket. A cég, amelyik elvállalta ezt a befejező munkálatot, várhatóan
gyorsan és jó munkát fog végezni, így aztán reményeink szerint a nyár folyamán a strandolók, a karcagiak és a vidékről ide látogatók igénybe fogják tudni venni ezt az intézményt, ezt a strandot. Most a bejárás alkalmával megtekintettük a fürdő területét. Elégedette a látottakkal, polgármester úr? Hát én leginkább akkor lennék elégedett természetesen, hogyha már készen lenne, hiszen ha valaki várja azt, hogy ez a strand már tető alatt legyen, az leginkább én vagyok, hiszen egy polgármesternek mindig az a legjobb, hogyha minél gyorsabban, minél jobb minőségben kerül átadásra, és átadásra kerül egy beruházás. Tehát én, ha egy hónappal, vagy két hónappal, vagy fél évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy át kell vágnom a szalagot, én örömmel tettem volna meg, de a türelem rózsát terem, tehát előbb-utóbb ennek is eljön az ideje. Nyilvánvalóan egy új cég, új technológiákkal nekilát a munkálatoknak, véleményem szerint meg fogják tudni csinálni, úgyhogy minden igényt kielégítsen. Polgármester úr, a jövőt tekintve az önkormányzat hogyan tervezi, hogyan fogja üzemeltetni ezt a fürdőkomplexumot? Hát már ez egy nagyon optimista kérdés, hiszen akkor az feltételezi azt, hogy el is készül ez a beruházás. Mindenképpen üzemeltetjük, tehát nem gondolhatja azt komolyan senki sem, hogy ez itt fog állni dísznek, és itt ebben nem fog csobogni a víz, és nem fog megtelni emberekkel. Köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget.